köszönjük eddigi szolgálatait! Önnek van tapasztalata, felhasználhatná önket, de... Tudja, mi az az Anforderung an die Reinheit des Blutes? Vér tisztaságának megkövetelése. Karel Kopfrikingl, a prágai krematórium dolgozója, a világgal elégedett kispolgár mintapéldánya. Rajongásig szereti a családját, és egyáltalán nem foglalkozik politikával. De a történetben 1938-at írunk, amikor Németország elfoglalja a Szudéta vidéket. Az események hatására a hullaégető fokozatosan szörnyetegé válik, és fel sem tűnik neki, hogy egy párhuzamos világrendet szolgál, melynek javáért a hozzá legközelebb állókat is feláldozza. Ladislav Fuchs regényéből a 60-as években csehszlovák film is készült a rasszizmusról és a kirekesztésről. Gálvölgyi János akkor a címszereplő magyar hangja volt, és azóta készült arra, hogy egyszer színpadon is lehetősége legyen eljátszani ezt a karaktert. Talán biztos a morbiditása ragadott meg, hogy igazándiból miről szólt annak idején, meg annak idején te nem is szólt 40 évvel ezelőtt annyira, mint amiről mostanában szól. Ez ragadott meg engem, meg a színész szeme, hogy az ember lát ebbe egy jó szerepet. Úgyhogy ennyi. De aztán most, amikor elkezdtük ezt próbálni, és a közönség úgy hallottam, hogy nagyjából megértette, hogy miről szól. Kopfrikingl egykori osztálytársát, a náci Willit, Schruff Milán alakítja az előadásban. A művész szerint Willi valójában az egész náci ideológia képviselője. A nácizmus az már nem csak egy propaganda volt, hanem az egy vallás is volt egyben. De nyilván kellett ehhez egy olyan kor, ahol az emberek tényleg nagyon elkeseredettek voltak, reményt vesztettek voltak, és kellett egy ilyen, és ez ilyen, egy ilyen propaganda, ami arra épül, hogy újjáépítünk mindent, nagyok leszünk újra, és hogy az egész világon elhozzuk a békét, stb. Ebben az emberek akartak hinni. Nem mindenki, természetesen, de a javarésze igen. A Pelsőci Réka rendezte produkcióban a győri Vaskakas Bábszínház tagjai különleges maszkokban alakítják szerepeiket, ezzel is kihangsúlyozva azt, hogy egy korszak bábjai az események elszenvedői voltak. Semmi baj. Áthelyezés!